ez a Pride-os videó, de mondom, YouTube-on meg tudjátok nézni. YouTube-on meg lehet nézni, be kell írni, hogy Pride, én is 55, ott is úgy vagyok fönn. Na gyerekek, úgyhogy nem haragszom, a melegekre nem haragszom. De azért annyit el szeretnék mondani, és nagyon sok fiatalán néz engem, állítólag ebből a 102 000 emberből, mert annyi most a követő, nagyon sok meleg is van benne. Azért nem sétem meg a melegeket. Nem, fiatalok, tudom, sok fiatala van, meleg fiatalok, én erről nem is tudtam, nem is gondoltam, hogy már 14-15 évesen is lehet melegnek lenni. Na ez a legveszélyesebb, gyerekek. Erre szeretném azért most felhívni a figyelmet. Na figyeljetek. Ugye, mi van 14 éves korban? Elkezdődik a hokizás, így van? 14 éves korban hoki, 15 hoki, aztán majd csak jön valaki. Na ez véletlenül ribelt. Ha meg nem jön, akkor elkezdesz idegeskedni. Nem szabad idegeskedni, mert ha véletlenül, akkor pont rád talál egy olyan, már aki idősebb, és nem heteró, érted? Akkor van a baj. Akkor van a baj, mert akkor még mindig nem tud eldönteni, mert ugye még lányjal nem volt dolgod, ő megközelít, lehet, hogy belemész. Lehet, hogy meg is tetszik neked, mert nem tudod, hogy milyen a másik. Erre nagyon-nagyon oda felfírmálom a figyelmet, gyerekek. Nem ellene vagyok, de azért egy 14-15 éves, az nagyon vigyázzon, mert ezeket ki tudják ám használni. Erre nagyon figyeltek oda, gyerekek. Nagyon-nagyon szeretném, hogy ez az ország, az alkoholisták országa. Mert azok vagyunk, higgyétek el, olyan sok az alkoholista Magyarországon. Hát ne legyünk már a melegek országa is. Értitek, hogy mit akar? Nem megsértés. Senkit nem akarok megsérteni. De elmondanám nekem. Nektek. Elmondanám nektek. Nekem ez a zászló, gyerekek. Nekem ez a zászló, nem a szivárványos. És ez az igazi magyar zászló. Hát magyarok vagyunk. A jó Isten áldjon meg mindent.